A Mobilix TV nézzetek az Asus IPC X101H, valaminek úgy új dizájnja van, és Migo van rá instálva, hogy látjátok az Intel-től. Ez egy ingyen szoftver, amit le tudtok feltenni a ti számítógépetekhez is, akkor is, hogyha nem vesztek meg ezt az IPC-t, ami elvileg $199 fognak árulni Amerikában. Aztán itt le tudjátok olvasni a technikai adatokat. Egy új Atom M435 processzor lesz benne, nem túl sok gigabyte RAM, Windows-ra is lehet elvileg már kapni, és 28 órás a wattórás az aksia. A billentyűzetet nagyon szeretem, mert szép csiklet, mint az Apple-nél, és tényleg jó halk, jó a nyomáspontja. Aztán itt a touchpadnél négy ujjam is ide fér, vagyis eléggé nagy, jól lehet érezni itt a szélen, hogy igazából hol van vége az egésznek, és az, hogy fekete itt a Chrome egérgomb, a két egérgomb, eléggé keveset látszik is rajta a új lenyomat. Aztán, hogyha megnézzük a kívülről az egészet is, látjátok, szép mat az egész, nagyon jó a tapintása. Oké, műanyag persze, de ilyen áron nem lehet túl sokat elválni. Aztán, hogyha megnézzük a be- és kimeneteket, van egy SD kártyaolvasója, persze USB 2.0 áram és VGA. Aztán az elején nincs semmi, csak egy pár státusz LED. Másik oldalt meg felhallgató és mikrofon egyben. USB 2.0 LAN-port és Kensington a hátulján. Az alján könnyen lehet kicserélni az aksit és a RAM-ot. Max 3 gigáig, ha jól tudom, de azt majd az Intel-től még pontosabban meg tudjuk. Köszönöm, hogy benéztetek a Mobilix TV-nél. Ez volt az Asus IPC X101 gép. 5 másodperc alatt bekapcsol, hogyha megnyomjuk a bekapcs gombot, és különböző színmel is lehet majd kapni, feketében is például, sötét, zöld vagy barna, nem vagyok benne biztos, és fehérben, ahogy itt hátul tudjátok látni, itt a Computex 2011-en. Köszönöm, hogy benéztetek, hogy nevem Gál Balázs, és legközelebb végig.